És itt jön egy gyönyörű kérdés, ez szokott lenni a vizsgám, ez az RR Danelli, ez a C-155/12-es bírósági ítélet, ami egy lengyel ügy, és a kérdés az, az a fő kérdés, hogy a raktározási szolgáltatás az áfás vagy területi hatályon kívüli. Ez a bírósági ítéletnek az alapkérdése, amire azt lehetne mondani, hogy it depends. Tehát attól függ. Csak mindjárt meglátjuk, hogy mitől fog függni, és hogy egyáltalán miről van szó. Nem csodálom. Most? Már nem bírja a mikrofon se. Na. RR Danelli. Ugye látható, hogy ezt a legfelsőbb bíróság, a lengyel legfelsőbb bíróság terjesztette elő az Európai Bíróságnak. Ugye alapvetően itt egy összetett raktározási szolgáltatás volt. Itt történik az áruk, tehát a lengyel társaság hát több uniós partnernek egy összetett szolgáltatást, egy összetett raktározási szolgáltatást végzett. Áru átvétele, raktárra, nyilvántartásba vétel, polcra helyezés, megőrzés, átcsomagolás, kiadás, kirakodás, stb. Tehát itt több szolgáltatási elem, de összességében, mint raktár, összetett raktározási szolgáltatás. Ennek a kérdése, hogy ez 44 szerint adózik, tehát EU-s partnerek fele ugye területi hatályon kívül számlázhat, vagy ez a lengyel raktár, ami Lengyelországban volt, mint ingatlanhoz kapcsolódónak lehet-e tekinteni. Na most az RR Danelli ezeknek az EU-s megrendelőknek ez területi hatályon kívül számlázta, ez a THK ez a területi hatályon kívül, a GCL az a gazdasági célú letelepedés, jó, de hát ez Máté belerázottuk ezekbe a rövidítésekbe. Egyedi értelmezést kérte a pénzügyminisztériumtól, hogy mégis helyesen járjon el. Hát rögtön a lengyel pénzügyminisztérium azt mondta, hogy ez ingatlanhoz kapcsolódik, tehát ezt nem területi hatályon kívül kellett volna. Majd az RR Danelli benyújtott egy jogorvoslatot, mert szerinte a lengyel áfa szabály nincs összhangban az uniós irányelv 47-es cikkével, és a közigazgatási bíróság a keresetnek helyt adott, tehát az adózóval értett egyet. Na, ezek után tovább ment a lengyel pénzügyminisztérium egész a legfelsőbb bíróságig, aki aztán a Európai Bíróság elé terjesztette az ügyet. Hát először is az Európai Bíróság azt vizsgálgatta, hogy ennél a raktározási szolgáltatásnál önálló ügyletről, több ügyletről, ahol van egy fő és járulékos szolgáltatásról beszélünk, vagy egyáltalán miről van szó, és ez nem rossz, hogyha ezt azért erre is használjátok, hogy amikor a praxisotokban mondjuk egy olyan van, hogy meg kell állapítani, hogy mi a fő tevékenység és mi a járulékos elem, arra pontosan itt az RR Danelli ügyében mond szabályozást, mégpedig azt mondja, hogy. E tekintetben a bíróság megállapította, hogy valamely szolgáltatást egységesnek kell minősíteni, amennyiben az adóalany által nyújtott két vagy több szolgáltatási elem, illetve cselekmény annyira szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy azok objektíve egyetlen oszthatatlan gazdasági ügyletet alkotnak, amelynek elemekre bontása erőltetett lenne. Ugye akkor egy egységes ügyletről beszélünk, de azt mondja, hogy akkor lehet ez a járulékos történet, hogy ugyanez a helyzet akkor is, ha egy vagy több szolgáltatás alkotja a főszolgáltatást, míg a többi szolgáltatás egy vagy több a főszolgáltatás adójogi sorsát osztó járulékos szolgáltatást képez. A szolgáltatást különösen akkor kell járulékosnak tekinteni, tehát magyarul. A kérdés az, mikor lesz valami járulékos szolgáltatás, és most jön egy jó kapaszkodó. Tehát a szolgáltatást különösen akkor kell járulékosnak tekinteni a főszolgáltatáshoz képest, ha nem önálló célként jelenik meg az ügyfelek számára, hanem arra szolgál, hogy a szolgáltatás nyújtó főszolgáltatását a lehető legjobb feltételek mellett tudják igénybe venni. Tehát az járuléka, a szükségszerű, kvázi segítése annak, hogy megvalósulhasson a főtevékenység, és önmagában ez nem képezte volna az ügyfélnek ugye a célját. Tehát ugye nem erre irányult volna. Ez a klasszikus, ugye, amikor megvesz valaki egy ablakot, és azt beszereljék, akkor ugye
ablak volt ugye a termék, annak járuléka a szerelési szolgáltatás, tehát akkor egy termékértékesítésről beszélünk, és az adó alapjának a adójogi sorsát osztja mondjuk ez a járulék. Vagy mondjuk vannak kreditpontos továbbképzések, és ott is kérdés, hogy amikor van ételital, vagy egyéb értékesítés, akkor ugye, hogy mit minek kell tekinteni. Ez régen volt különösen fontos, amikor régen elismerték a kreditpontos képzéseket mentesnek. Ma már nem. Ezt majd jövő órán el fogom mondani, hogy miért nem. Ma már áfásak a kreditpontos képzések egy uniós rendelkezés miatt is. Ez viszont régen nem így volt. Régen mentesen számlázták ugye ezeket a konferenciákat, és ugye ezt tekintették a főtevékenységnek, és ennek járuléka volt az étel-ital. Tehát az hiába ugye az ital mondjuk 27, az étel mondjuk a kedvezményes, az egészet bepakolták mentesbe, és minden mentes volt, mert azt mondta, hogy ez annak a járuléka. Ma már ugye megfordult a dolog, mert lassan az ételitalba jobban beszorítanák a kreditpontos képzést, mert ugye még mindig kedvezményesebb, mint maga a 27%. De ugye azt kell megnézni, hogy mi volt szükségszerű, hát értelemszerűen ugye nem az ételital miatt jönnek el, tehát nem mondhatom, hogy az a fő szolgáltatás, hanem ugye bár néha amiatt is eljöhetnek, de a kreditpontos továbbképzés ugye. Vagy ha például lepukkan, vagy leáll mondjuk egy tehergépjármű, ki kell cserélni a kereket, akkor ott mi történik? Hát egy gumi, termék, értékesítés, meg a szerelés. Ő magáért a szerelésért mentek oda? Nem. Hanem ugye a gumi abroncs miatt, aminek az a járuléka, a cél szentesíti az eszközt, a szerelés. Szükségszerű, hogy el tudjon gurulni. Tehát azért járuléka, önálló, önmagában nem a szerelésért ment volna el abba a hanem az, hogy ezt a gumit ott megvette, és azt beszerelte. Bár ugye, hogyha meg külön bontom, hogy valamelyiknél a terméket veszi, valamelyiknél a szolgáltatást, akkor meg nem beszélek komplex szolgáltatásról, mert akkor egyszer beszélek egy termékértékesítésről, meg egy szolgáltatásról. Na most kérdezek megint egy ilyen kis csavartat, mert ha már így látom, élénkültök egy picit így a vége fele, érzitek a végét a történetnek, hogy... 23. Jó, kibírjuk még talán. Hogy közösségen belüli mentes értékesítés. Magyar adóalany eladja osztrák adóalanynak azt a gyönyörű berendezést. A magyar adóalany biztosítja az elszállítását az árunak. Akkor itt mi történik? Van egy termékértékesítés, és van egy szolgáltatás, a fuvarozási szolgáltatás. És itt ugyanaz a műsoridő van, hogy egy számlát állít ki egy adóalapról, de az adóalapba becsúszik a fuvarozási szolgáltatás, mert az a járuléka a termékértékesítésnek. És ugye mindig osztja a járulék a fő szolgáltatást, vagy a termékértékesítést, tehát magyarul az adókulcsok ugye mindig a fő szolgáltatásnak az elemét nézik. De ugye ebben az esetben ugye itt a raktározási szolgáltatásnál ugye azt állapította meg, hogy ez egy egységes ügylet, itt nem lehet szétválasztani fő és járulékra, hanem ez egy egységes ügylet, tehát ez volt az egyik megállapítás. De ami nekünk sokkal fontosabb, hogy maga a raktározási szolgáltatás ugye azt nem nevesíti az irányelv, tehát nincs ott feltüntetve a 47-ben. Viszont minden olyan ügylet ott adózik, ahol az ingatlan fekszik, ami közvetlenül kapcsolódik. Tehát úgy is lehet mondani, és a bírósági ítélet azt mondja, hogy mindenhol az ingatlan képzi a célját a szolgáltatásnak. Tehát egy központi eleme, nélkülözhetetlen eleme, ugye az ingatlan, amihez ez a szolgáltatás közvetlenül kapcsolódik. És hogy már ne csigázzam a társaságot, akkor lehet a raktározási szolgáltatást a lengyelországi raktárhoz kapcsolni, tehát közvetlenül, hogyha nem csak egy klasszikus ilyen összetett raktározási szolgáltatást nyújt a lengyel fél az uniós partnereknek, hanem egy úgynevezett tulajdonjogot, egy hozzáférési jogot, egy rendelkezési jogot is kap a külföldi társaság a raktározási felület vagy rész fölött, ahol az ő áruját raktározzák. Tehát magyarul, ha egy rendelkezési joggal párosul ez a raktározási szolgáltatás, akkor lehet azt mondani, hogy ez közvetlen az ingatlanhoz kapcsolódik. Ha nincs egy ilyen kapcsolódás, tehát egy ingatlanhoz közvetlen kapcsolódó elem, akkor viszont abban a pillanatban megy a területi hatályon kívüli részbe. Tehát ez magyarul attól függ, hogy milyen raktározási szolgáltatást nyújtanak
úgy kell megszövegezni, hogy ez egyértelmű legyen ebből a részből.